Japán első számú motorolaja, importőre a Sakae Metal autóalkatrész. Azt hiszem, sokan gondolkoznak azon, milyen jó lenne valami elhagyott garázsban egy régi, izgalmas autót találni, egy igazi pajtakincset, pajtareletet. Azért jöttünk Kistarcsára, mert abban a garázsban egy 40 éve letámasztott 100-as Skoda áll rá, hogy megmentsék. És most megpróbálják kiszedni. És ott vannak az ajtók is. 82 óta pont ott van. Az ezért fűtőpannel lehet? Igen, az. Itt meg a zsírúj tankja. Azt hiszem. Az elektromos. Tanksapka van benne, nem a dudat. Ja, tanksapka. Most kiszedünk mindent? Hát mi van? Figyelj! Hát, vadonatúj gumikötszer. Hát azért mondom. Így összepakoljuk. Valószínűleg lejárt benne már a kötszer. Nem hiszem, nem, az sose jár le. Sose? Azt föl lehet még polírozni. Az inkább csak kosz rajta. Igen. Volt egy paplan. Aha. Kottázatba tett. És megfogta a paplan a vizet és áztatta folyamatosan. A padlólemez is átrólt hátul, pont a lábnál. Ez egy régi 100-as Skoda, ami hát 40 éve, közel 40 éve itt pihen a kis garázsban. Hát most próbáljuk elő szedni gyakorlatilag, és hát egyelőre átmenetileg egy másik helyre elszállítani, ahol hát egyelőre ugyanúgy állni fog. Nem fog vele történni sok minden, de hát szeretnénk egy kicsit. Hát egyrészt arrébb rakni, másrészt meg hát megnézni majd, hogy mit lehet belőle esetleg kihozni. Amikor 1965-ben a Skoda 1000 MB megjelent, tökéletesen elfogadott dolog volt a farmotoros családi autó. Nem csak a VW Bogár, de az NSU Prince, a Hillman Imp, a Renault 8 és a Fiat 600 is így készült. Utóbbi négy farba ráadásul soros négyhengeres motort építettek, pont ugyanúgy, ahogy a Skoda csinálta. A Total Car erőmérő színpadán most megint egy veterán, egy 1969-es Skoda 1000 MB. A csehek 1965-ben bemutatott OHV motorja egyébként igazi legenda. Leszármazottai 2003-ig gyártásban maradtak. Persze változott időközben a hengerfej, meg modern gyújtást és befecskendezést kaptak, de a Fabia 1.4 MPI bizony e pókhálós öreg kávédaráló kései unokája. Plníme slib, který jsme vám dali v jednom z našich minulých týdenníků. Na de, vissza 1969-be, amikor megjelent az 1000 MB frissítése Skoda 100 néven. A kaszni nagy része meg a motor maradt változatlan. Tehát, ha minden igaz, e kései darab is ugyanúgy 1 literes és 42 lóerős. Ez már 1977-ben sem hangzott igazán soknak, hiszen a Skoda családi autónak számított 4,1 méteres hosszával és az orrában kialakított állítólag 370 literes csomagtartóval. De a gyér-ménesért cserébe legalább takarékos volt. És a hátsó kerékhajtásnak, meg a független felfüggesztésnek köszönhetően remek ralli autó vált belőle megfelelő tuninggal. És a kortársak nagyon szerették. A 100-as lett az első Skoda típus, mely átlépte az 1 milliós darabszámot. Meg ráült a... Hol hagyom a lapátot, Pityu? Hát nem merem. Mi? Nem merem, mert eltörik az üveg. Nem törölni meg. Vissza kell is tolódni. Szerintem egy hosszabbítót dugjunk be azt. Az egyszerűen kiszabadítsd a lengőkart.
Nem, azt, hogyha visszarakom a helyére, ugye, hogy ki tudjuk hozni, csak ugye... Ja, mert hogy oda megy be. A nagybátyám tulajdonában volt ez az autó, ő volt az első tulajdonosa. Hát és ő a második műszaki vizsgája kor, hát az autót így leállította, és elkezdte ő saját maga felújítani, szétszedni, újítgatni. Aztán hát igazából ő neki nem volt erre ideje, és akkor így félrerakta az autót, és hát azóta ott áll gyakorlatilag. Jó, van, megy az. Gépkocsi hiba felvételi lap. Ez 75-ös gyártású, ez aha, az autó. A bátyám az újonnan vette akkor. Hoppá! Persze. Ez Merkur terepről van akkor ezek szerint? Igen, igen, aha, igen. Magyarországon az 1960-as évek elejétől folyamatosan növekvő kereslet volt személyautókra. Ezt kielégíteni hozták létre a Merkur személygépkocsi értékesítő vállalatot kizárólagos jogkörrel. De hiába folyt át minden autó rajtuk, így sem jött be annyi az országba, hogy azonnal kocsihoz lehessen jutni. Ha csak nem került fel valaki a kivételezettek listájára. Egyszerű földönfutóként előleg befizetése után várakozni kellett. Általában 1-2 évet legalább, de sosem lehetett pontosan tudni, hogy mennyit. Így az új autó átvétele váratlan öröm volt azok életében is, akiknek futotta rá. Egyébként a totalcar.hu-n részletes cikk olvasható a Merkur sztoriról. A link ott van e videó leírásában. 78-ig ugye nem volt semmi probléma, 3 év, vizsgáztatni kell. Én a Miskolci úton dolgoztam a Zsiguli szervizbe, mint éppen munkafelvevő, és egy szombati nap, akkor bevittük, levizsgáztattuk, akkor volt benne 50-valahány ezer kilométer. 50-valahány ezerrel, ezzel már kell valami komolyat foglalkozni, mert ugye erről sok legenda van, hogy a régi autókat már 50 ezernél generálozni kellett, meg nem tudom, de ez nem, akkor még rendben nem, volt. Nem. Aha. Nem volt semmi probléma. Hát az nem 54 ezer, meg se kottyan egy ilyen autónak. Meg hát rendesen volt ilyen garanciális átvizsgálásokon, biztos, hogy volt, azt aha, nem tudom. És akkor 78-ban akkor le lett vizsgáztatva, 81-ben kellett volna újra vizsgáztatni másodszorra, de hát itt-ott-amott rozsdafoltak jelentek meg, akkor nyáron szabadságon volt egy hétig, kiszolgatás, letelt a szabadság, visszatolta. 82-ben akkor megint, akkor már nem tolta ki, mert akkor ki kellett venni a futóművet, levette a benzintankot, hajtókat is, tehát szétszerelte teljesen, mozdítható alkatrészek jóforma, majdnem minden le lett róla szerelve. Gyakorlatilag ahogy most látjuk, hogy se a tank, se a futómű, semmi nem volt és, az elejében. És most már 40 éve, 82 óta így áll, látogatók csak az egerek meg a patkányok, mert hát sajnos nem volt neki ideje, magas beosztásban dolgozott, és nem volt neki ideje már azóta, aha, elmúlt 40 évvel. Ha. Foglalkozni az autóval. És más autót vett később, vagy ez ne, volt? Jogosítványa is lejárt neki utána, tehát nem volt neki semmi. Akkor ez egy igazi elfeledett kincs tulajdonképpen. Az. És most van benne azt hiszem 84 ezer kilométer a 6 év alatt, ennyit ment vele. Jó? Adjál neki. Lassan, Tomi. Kéne szóval egy kicsit korrigálnom. Jó, van az, ott hátul hozzá lehet férni talán. Először a hátsót rakjuk? Hát persze. Hátsót, ez egyszerre fog mindegy. Aha, én nálam oké. Nálam fasza.
Ezen várja meg. Tartsátok ide egy kicsit. Bászeg. Nem annyira egyszerű, hogy teszek. Jó, oké, nem a malam tovább meg. Ez nem jó hozzá. Hát átlóba van. Nálatok is? Hát te is készíthetsz mindent a rólamat. Én is? Igen. Az összeset? Hát igen. Nem, 40 éve nem volt a saját kerekén, vagy az első kerekén. Oké. De majd most. Oké. Ez az. Saját lábakon állt? Igen. Gyereke. Azt hiszem, hogy Red Bullt ittatok, aztán szárnyaltok. Hát, azt mondtam. Ez a hátsó kerék. Hold meg! Jó! Nem fogok tudni felfogni. Dehogy ne! Hát, ön van. Várjál. Végzolna. Végzolna, adasz. Na. Ja, hogy be is folyt a víz? Hát olyan, ott a kaszniba folyt, és pont ott az anyós ülés helyén volt egy... Mert ebben belső gumi van még. Aha. Ez hogyan csinálva, pedig a palák? Hát egy két sor pala is rajta. Felemelem, és úgy fújjuk fel a kereket. Szerintem nem is kellett. Ott van a másik kerék, a két jobb állapotot akarnám felemelni. Jó, jó. Ez csak ült. Annyira nem botrány. Hát majd inkább csak koszos jön. Olajos, meg inkább rozsdás. Hát igen, az a fele itt azért, itt, a, az itt minden kapott szerintől. Ott végig, hát az ülés zsanérja, hátsó ülés zsanérja, az is kifekít. Itt is, ezt én mind ezt megemelni. A kivételnek úgy tudom elsősorban az a célja, hogy maga a hely felszabaduljon meg, hogy az autó egyáltalán megnézhető legyen, hogy mi van. Hát igen, ő lerobbant egészségileg, uh-huh. A háznak az elejét, az ő részét megvette a fiam, uh-huh. És ugye hát itt, neki itt mindent föl kell számolni. És hát ugye most valahogy életet kellene lehelni szegény autóba, mert nem érdemli ezt a sorsot, hogy így járjon. Fürdik a zsírban a fék, hát nem tudom, hogy megmozdult. Igen, hát itt ezt tudom, ez itt megcsúcsált alulról. Pont itt folyt be, és ugye azért volt ki, és gondolom itt meg folyt végig hátra. Picsa, egy gyári. Fék, ezzel. Na. Azért már szegény kerek, kicsit elvettem a datát. Jó kis lengőtengelyes futómű, a biztonság ne továbbja. Amit falra? Nem látnak, az a baj. Azaz. Igyes van túra. Van jó sok alkatrész, uh-huh. Használhatónak tűnnek igazából, nyilván ezeket át kell nézni, meg kell össze kell szedni, hogy megvan-e minden, mi hiányzik. Hát ezzel még lesz egy kis meló. Negyven év elég nagy idő. Ennél kevesebb alatt is el tudnak tűnni autók a magyar nyilvántartásból, szóval meggyőződésem, hogy ez az autó senkinek nem hiányzott volna, hogyha egész egyszerűen leadják vasba és fölmarkolják az értékét. Így ránézésre is van akkora súlya, hogy valószínűleg elég sokat kaptak volna érte. Ehhez azt a döntést hozták, hogy megmentik. Nem azért, mert olyan rettetesen nagy érték, nem azért, mert olyan különleges egy ilyen százas Skoda, hanem szintisztán szeretetből. És azt hiszem, ez a legjobb, ami történhet vele.